Elkészülés a reggeli leckére. Bálha Szolám könyvéből csak a jóság és a kegyelem. Csak a jóság és a kegyelem kövessen engem az életem összes napjaiban. 23-as himnusz. Írva van, hogy az összes világ, azok gyakorlatilag egymásra vannak ágyazva, mint a hagymahéjak. És ez a világ egy pont. Azt követően, hogy az összes vonal és az összes vonala és csatornája a sefának, a felső bőségnek keresztül hatol ezen a ponton, hasonlóan ahhoz, hogy az egyéni körök egy kör középpont körül rajzolódnak, a kezdetektől a végéig, mindannyian ugyanez a ponthoz is fognak csatlakozni, és ez az, ami arra utal, hogy Izrael az, aki bőséget hoz az egész világra, mivel az összes csatorna és vonal, mintha ebben a pontban végeződne, ebben a világban, amely gyakorlatilag a klipáknak a helye. És ezért mondjuk azt, hogy az összes bőség, amely átáramlik a tetőtől, a tetejétől az aljáig, az ebben a világban záródik. És ez a titka annak a hatalomnak, amit az igazak képviselnek, amelyek egyesítik abban a formában egymás erejét összerakják, ami mindenki a saját szintjének megfelelően adja ezt oda. És ezáltal gyakorlatilag korrigálják az összes csatornát és vonalat, egyiket a másik után, amelyen keresztül a felső gondviselő és a sefe árad a végtelenből, a hatalmas ragyogással, az összes világból, annak érdekében, hogy jóságot és bőséget és kegyelmet árasszon az összes emberre a földön, annak életének, és minden ember összes napját beragyogják. Mi beszéltünk már sokat erről, hogy ahogy ő azt tudja leírni, tehát Bálha Szolám, ezt soha senki nem tudja így elmagyarázni. Tehát mi a világ közepében vagyunk, egyetlen pontként beágyazva, mondja Rav. És mi vagy kinyitjuk, vagy bezárjuk azt a fajta bőséget, ami az egész emberiségnek a bőséget áraszthatja, és az összes világnak. Tehát a mi erőfeszítésünk nélkül ez mind le van zárva, csak a legkisebb erő, a legkisebb fénye ennek a hatalmas bőségnek áramlik be, és a többi az el van zárva az emberiség elől, csak az igazak tudják ezt kinyitni. És ez csak az igazak erőfeszítései által érhetők el. Tehát nekünk látni kell. Tehát nézzük ezt a képet a következő módon, amit mondtam, mondja Rav. Az egész emberiség tehát az egész emberiségnek korrigálódnia kell, meg kell változtatnia a saját természetét, és miért fogja megváltoztatni a természetét, és honnan fog ez az erő származni. Hát az nyilvánvalóan az adakozásból kell eljut, az adakozáshoz kell jutni, azaz a szándékot kell megváltoztatni, tehát a megszerzés az adakozás érdekében kell megtenni. És ilyen módon tehát gyakorlatilag az összes körök, vonalak, csatornák, amin keresztül a fény árad, mindezek a teljes rendszert, amire a teljes rendszer épül, ilyen módon Izrael tart fönn. És nekünk ezt ki kell nyitni, ezt a teljes felső bőséget az egész emberiségnek, hogy az emberiség minden tagját tudjon menni ezen, mert ezáltal mi megszerezzük a teremtőnek a minőségét, illetve az egész valóságot maga egészében tudjuk helyreállítani, és ezen az úton az emberiség két részre oszlik, a kezdeti erőre, amelyet Izraelnek nevezünk, és a maradékra, amelyet pedig az emberiségnek nevezünk. És Ábrahám Babilonban nekünk megadta ezeket az alapokat, és elmagyarázta minden embernek Babilonban, hogy történik ez, de csak egy kicsiny része tudta ezt elfogadni, ezt a meghívást,
amely a teremtőtől érkezett, amely a természettől érkezett meghívás tulajdonképpen. Ez csak egy része tudta elfogadni. És ezért történik, ami történik, mert ez a kezdeti erő vagy illetve a kezdeti erőnek meg kellett tartani a szerepét, és folytatnia kellett. Nyilván ez a kezdeti erő, ugye először az első csoport, aki alkalmazni kezdte ennek az erőnek a megszerzését, aki keresztül tört. Annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértékben elérte ezt az erőt, és ez nyilván az erőfeszítésével állt kapcsolatban. És ez az, ahogy az út feltárult mindenki számára. És hogyha ez a kezdeti erő nem tartja meg az irányultságát, és nyilván az egész rendszert hátulról nyomja ez az erő, hogy előre fele haladjon. És nyilván ez azt is jelenti, hogy látnunk kell a világunkban, hogy valóban el kell érnünk egy olyan állapotot, ahol a legtöbb ember nem tud erről a szerepről semmit, még ha bőrén valamennyire érzi is, még hogyha írva is van, de ők nem olvassák, és nem értik. Tehát mindenféle vezetők vannak, akiknek szintén érteniük kéne, de nem értik. És akkor kiderül, hogy egyre távolabb kerülünk ettől a fajta szerepünktől, és egyre rosszabb és rosszabb állapotban vagyunk, és a világ nemzetei, nekünk kellene átadni ezeket az erőket, hogy ugyanazon az úton lehessenek, hogy kitörhessenek, és ezt mi szervezhessük meg nekik, mert enélkül ők képtelenek lennének megtenni. Ők nem tudnak kitörni erről az útról, és ez a sorrendje annak, ami, hogy nekünk kell először keresztül menni mindezen. Tehát reméljük, hogy mindannyian képesek leszünk elmagyarázni ezt a kezdeti erőt. Tehát nem csak Izrael gyermekeinek, hanem a teljes földnek, a világnak. Ugyanazt, hogy ezt Ábrahám tette Babilonban, aki az egész teremtésről beszélt. Arról, amin mindenkinek keresztül kell mennie, amin az embernek keresztül kell mennie. És ő nyilván az egész nemzetre is gondolt, amikor ezt megtette. Mert nekünk korrigálni kell a kapcsolatrendszert egymás között, és ami történik a nemzetben, az ásványi, növényi, állati szintek mindegyike is korrigálódni fog, ha az ember magát korrigálja. És láthatjuk, hogyha nem korrigáljuk magunkat, akkor egyre nagyobb káosz kezd el megjelenni az összes alattunk lévő világban, mert egy másfajta kontroll kezd el érvényesülni, a természet általános kontrollja. Ezért nekünk úttörőnek kell érezni magunkat, és nekünk alkalmazni kell ezt a feladatot, ezt a szerepet. Olvassuk el még egyszer. Csak a jóság és a kegyelem kövessen engem az életem összes napjában. Mit jelent ez? Hogy ez a nyomás,
amit én érzem, amely felébreszt engem mindenféle irányból, ezt jónak hívja és kegyelemnek. Nyilvánvalóan, ha nem így érezném, akkor elfelejtem azt a szerepet, amit nekem szán a világ azáltal, hogy ezt üldöz engem hátulról. És írva van, az összes világok, elrejtések, amelyek egymásnak ágyazva, mint a hagymahéjak, és ez a világ olyan, mint egy pont. Ezt követően az összes, ebből kifolyólag az összes vonal és csatornája a sefának, a felső gombviselésnek keresztülhatol ezen a ponton, hasonlóan ahhoz, hogy minden egyes kör, egy középpont köré rajzolódik az elejétől a végéig, és mindannyian ilyen módon a középpont az annak kötve. És ez Izraelnek feleltethető meg, aki gyakorlatilag elhozhatja a bőséget a világnak, mivel a átvezető csatornái és vonalai, mintha egy pont köré lennének kapcsolódva, amely ez a világ, amely a klipáknak a világa. És ezért ez a fajta felső bőség fentről lefelé az úgy tűnik, mint ebbe a világba, ezt a világot zárná körül. És ez a titka gyakorlatilag az igazak erejének, ők azok egyesítik az erőt a saját szintükön, és ezáltal ők korrigálják ezt az átvezető csatornát és a vonalakat egyiket a másik után, hogy ezzel levonzák a sefát a végtelenből, egy hatalmas ragyogással az összes világ fölött annak érdekében, hogy jóságot és kegyelmet hozzanak az összes ember életében, és ezáltal megadják nekik a bőséget. Kérdések? Azt mondja itt, amikor Izrael... Tehát ön azt mondja, hogy ha mi nem hozzuk el a bőséget a világnak, káoszt fogunk hozni. Mi ez a csővezetékhez vagyunk kötve, és ezért, mondja Rav, mi csak így tudunk adakozni a világnak, tehát a központban, ahogy azt mi tanuljuk a Kabbala bölcsességéből, hogy a mi világunk, tehát még az összes teremtmény meg lett volna teremtve, ahogy azt mondja Arinak a csodálatos költeménye, mert Ari azt mondja nekünk, ugye, hogy mi ez a hatalmas bőséghez vagyunk kötve, felülről a reáramló bőséghez, és nekünk meg kell találnunk azt a módot, amely bennünket alulról felfele visszavezet a bőségnek ehhez a csatornájához. A probléma az, hogy mi gyakorlatilag meg kell, hogy találjuk ezt a helyet, ami felülről lefelé jön és nyom bennünket ezen a rendszeren keresztül, amit mi aktiválunk, csak ezt szentettük meg, és ezen keresztül az ásványi növény és állati szintek és a világ nemzetei, azok mind Izraelhez kapcsolódnak, és ezáltal alulról egy nyomást fognak kapni, és ezért felülről a fényhelyezi nyomás alá majd ezt a rendszert, és rajtunk keresztül jut le a világ nemzeteihez és az emberekhez, az ásványi növényi állati szintjehez, a természetnek, mi középen vagyunk, és mi mindkét oldalon nyomás alá vagyunk helyezve, cvika. Amikor tehát Izrael átadja egyszer majd a bőséget a világnak? Nem. Izrael soha nem bőséget ad a világnak, mert nem ez a szerepe. Nekünk meg kell érteni pontosan, hogy olyan időben élünk, ami egy folyamatban beágyazva, amely Ádámmal kezdődött, az első emberrel, és aztán ez csak egy felkészülés volt már, Ábrahám kezdte el megszervezni ezt az úttörő erőt, felfedezését az emberiség számára, amely... Ugye ott könyvet írt, mit írt ő? Szerintem a Széferi Ecirát, de majd mindjárt... Tehát ő írt egy, Rambannak a könyvében le van ez írva, hogy történt ez, tehát valóban hatalmas munkát végzett, óriási és vitás munkát ebben a folyamatban, ebben a magyarázatban. Ez egy óriási munka volt.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokkal több ember vette körül őt, mint amennyivel dolgozott, tehát neki... Én valahol olvastam, vagy nem olvastam még sehol, bocsánat, mondja rá. Ez nem világos a mi számunkra, hogy Ábrahám, ugye ez Ábrahám házával van jelölve, szimbolizálva, és olyan fajta cselekedeteket hajtott végre, nagyon széles cselekedeteket Babilonban, és ezért mindannyian, na, megtaláltad, igen, mit mond, meg Janiv, és ne Tórában van leírva, hogy amikor Ábrahám 40 éves volt, meglátta a teremtőt, és elmondta az egész világnak, hogy egyetlen Istene van a világnak. Tehát mi megértjük, ugye, hogy ez a 40 év az gyakorlatilag a bínának a szintjének az elérését jelenti, ugyanúgy, hogy Mózes 40 évesen ért el a bínát, és csak erről a szintről, erről a 40-es szintről lehet elrugaszkodni a bínához, mert ez a Hesednek, a kegyemnek a színe, az adakozás érdekében való szint. Tehát, hogy elmondja nekik, hogy egyetlen Isten van a világban, és hogy ez az egyetlen Isten, akit szolgálnunk kell, és őt kell hívni, és aztán városról városra, hogy királyságra gyűjtött össze az embereket, ezreket, tízezreket, hogy kapcsolódjanak hozzá, és ez lett Ábrahám háza, és ezt a házat pedig alárendelte ennek a legfontosabb elveknek, amelyekről könyvet is írt, és ők aztán Jákob házá váltak, és a nemzet gyakorlatilag elkezdett, egy olyan nemzet kezdett megformálni a világnak, világban, ahol akinek teljesen új istene lett. Ez egy hosszú folyamat volt, mondja Rav. Tehát Babilonban kezdődött ez el, ott kezdte el leszervezni, hogy egyre több tanítványa legyen, több ezer tanítványa, látjátok? Hát mondja is, hogy több ezer tanítványa van. És ez az, ahogy ez a dolog meg van szervezve, és ez valóban a jele annak, hogy azok az emberek, azok a lelkek, akik valóban azon a szinten vannak, amin keresztül Ábrahám dolgozott, ezek az emberek nem kapták még meg ezt a tudást, tehát mindenki gyakorlatilag a saját vágyának megfelelően dolgozott, és aztán mindenki elkezdte korrigálni a saját vágyának megfelelően önmagát. Tehát aztán én Ábrahámon csüngtem és követtem őt. Aztán aki jött és azt mondta, hogy ne kövessétek őt. Ugyanezt történik egyébként minden nap. Hiszen mindenkinek a saját vágyának megfelelően kell tudni megvalósítani az, hogy követi ezt az ábrahámi utat, vagy nem. És ennek a vágynak megfelelően 100 000 darabra tört ez a csoport törzsekre, akik ugye először csatlakoztak ehhez a folyamathoz, és ezért mondjuk azt, hogy a világ hogyan stabilizálódott mára, hogy jön ez a csoport, akinek el kellett érnie az önmegvalósítást ebben az állapotban, az első templomnak a szintjén, ahogy azt mondjuk, ezt hívjuk úgy, a spirituális csoport, akinek el kell érnie a korrekciót, és ezen a módon a spiritualitás az el kell kezdenie alkalmazni valami újat. És ilyen módon egyfajta süllyedés is elkezdődött, hogy elérjék a gonoszt, és felfedezzék a végső Gmartikunt, és a számüzetés, a babiloni számüzetéssel elérjék azt az állapotot, ahol a Hasadimnak, a kegyelmi állapotnak a stabilizálását meg tudják tenni, mert aztán a második templom törésénél megint eltört minden. Ugye, és Rabbi Akiva például látta ezt, ő ezért nevetett, amikor látta, hogy a templom lerombolódik. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ez olvasható, hogy egyfelől szeress fele barátod, mint önmagad, ezt írta le, nekünk állandóan meg kell tartani ezt a szeretetet és egységet, és izgatlan energiákat fektetett ebbe bele, hogy egy megfelelő módon imádkoztassa az embereit, a másik oldalról pedig
tudta nagyon jó, hogy gyakorlatilag a földig le lesz romolva minden, és ez egy boldogságot töltött el, mert a következő szint az elkezdődik a korrekción belül. Megtaláltál valamit? Fantasztikus sebességgel keresi Jani ezeket az idézeteket, elő képedve ezen. Na, addig Cuka kérdez. Tehát, mi itt és most azt tanuljuk, hogy mi leblokkoljuk akkor azt a fajta sefát, ezt a bőséget. Mi számvizetésben vagyunk, magyarabb. A számvizetés az a hely, ahol a törés folytatódik. Állandóan abban vagy benne. A törött edények, azok lezuhantak, és megszerzési vágyról beszélünk, amely gyakorlatilag a megszerzés érdekében működnek, és Izrael az egész nemzet gyakorlatilag ebben a törésben van, és akkor az integrációs folyamat azonban elkezdődik. A törött edények integrációja, és spirituális magasságba kell, hogy emelkedjenek. Ezek az edények, amelyeket a klipákban kell korrigálni, tehát a megszerzés állapotában, tehát, és ezek aztán lezuhannak a megszerzésbe, amely nem a szentség, és a világ nemzeteiben, ugye ebből a szentségből semmi nincs. És akkor mi tanuljuk, hogy az edények töréséből, ugye ez a hetes része a tesznek, meg kell, hogy értsük, hogy ezek az edények hogyan zuhantak alá, ugye ez a hetes része a tesznek, ezzel foglalkozik az edények törésével, és ezért ez egy olyan folyamat indul meg, ami nem egyszerű, tehát ezek mindenféle különböző helyekre zuhantak, keveredtek, mindenféle módon vannak egymásba olvadva, és aztán ez a törés ez állandóan folytatódik, és minden irányba terjed ez a törés, mindenféle vágyakkal való keveredéssel jelenik ez meg, és akkor, ami ott történik, hogy mindenféle dolgok tárulnak fel, és az egész emberi civilizáció gyakorlatilag ilyen módon kezdett el egy újfajta fejlődési szintre lépni, és ezért a kabbalisták azt mondják, hogy Ari idejéig ez a dolog, ez gyakorlatilag tiltott volt, tehát nem lehetett feltárulni sem a Zohárnak, sem a Kabalának, nem lehetett a tömegek számára feltárulnia, tehát hagyni kellett, hogy az edények összekeveredjenek egy olyan módon, ahogy ez megtörtént, és csak Ari idejétől kezdve, amikor a korrekció megkezdődik, akkor nagyon lassan és fokozatosan a kabalisták új könyveket kezdtek írni, elkezdték ezt a fajta terjesztést, Baal Shem Tov, Ramhal és a többiek, akik általában kifejezetten ilyen tömeget írtak, és nagyon sok olyan tanítványuk lett, akik nem zsidók voltak, és egész haszid mozgalom, amelyik gyakorlatilag az emberek felébresztésére irányult, hogy az emberek halljanak valamit a felső világról, az öt világról, a szfírákról, a parcufokról. Tehát, hogyha azt fogtok egy haszidot és megkerítek, ő mondja, hogy igen, persze, ő tudja, hogy miről van szó. Tehát egyszer voltam, nem tudom melyik jesivában, ott tanultam, mondja Rav. És 13-14-es gyerekekkel ültem együtt, és parcufokról, szfírákról tanultunk. Hát a teremtő hogy öltözik rá a szfírákra. Tehát ők ezt valahol pontosan tanulták, és gyakorlatilag a teszen keresztül mentek át. És ez mind Baal Shem Tovnak köszönhető, aki gyakorlatilag beleoltotta ezt a nemzetbe, ők elkezdték ezt a folyamatot. Még nem is érték, hogy az, hogy előtt az emberek vak sorsnak hitték, ami történik velük, és mennyire voltak válaszverről a felső gondviselésről. Tehát meg kell érteni, hogy az emberek, még az olyanok, mint a Rashi, meg a Rambam is, még nagyon sok más kabbalista, akik komplett könyveket írtak, de gyakorlatilag nem tudtak semmit a nemzet tagjai erről. Csak a mi időnkben jött el az a pillanat, amikor elkezdődött a felébresztés, és elkezdtünk ráébredni, hogy mi nagyon mély ponton vagyunk, mind spirituálisan, mind fizikailag, de még a fizikai világban is mi gyakorlatilag elkezdtünk
kezdtük elveszíteni az értelmünket és a vágyunkat, és pontosan ez az, ahonnan el kell kezdenünk felemelkedni. Tehát amikor akarok mondani, hogy ez az első pillanat, amikor az emberiség eljut oda, hogy ezt felfedezheti a saját erejével. Oké, de akkor ez minden a teremtésben meg volt határozva előre, a tervnek megfelelően minden, mondja Rab. Oké, akkor... Tehát akkor a rombolásnak a megítélését azt elkezdték terjeszteni? De nézzétek, hát magának a zuhanásnak egy spirituális magasságban kellett megtörténnie. Akkor mi történt, ezek hogy írták le ezt a zuhanást a kabalisták? Hogy miért történik mindez? Azért, mert egy új szintjének kell föltárulni a megszerzési vágynak, és ez olyan nagy, olyan óriási, hogy nekünk még nincs meg a lehetőségünk, hogy a reformáló fényt érezzük ezen a szinten, abban a mértékben, amilyen mértékben a megszerzési vágy föltárul, és nyilvánvalóan a törés az azt jelenti, hogy megszerzés a megszerzés érdekében. Oké, na de hogyan tudjuk elkerülni, hogy... Tehát honnan tudjuk, hogy ez megtörténik, és hogy tudjuk elkerülni a törést? Én tanulom a folyamatot, mondja Rav, hogy a teremtésnek ezen keresztül kell menni. Oké, na de akkor hogyan vizsgáljuk meg, hogy történik? Nem kell ez ilyen. Milyen fajta bizonyítékra van szükséged? Már bocsánat, hogy a ti csirke agyatokkal megértsetek. Milyen bizonyítéknak kéne lennie? Már bocsánat, mondja Rav, hogy az emberek, hogy nem látnak semmit. Milyen bizonyíték kell, hogy az egész teremtést át tudjátok fogni? A világnak a belsőben tudjátok élni az egyik végétől a másik végéig. Én mondom nektek, hogy ez a folyamat. Az emberiség az föl van osztva két részre, az egyik résznek. Gyakorlatilag le kellett zuhannia annak érdekében, hogy a többi része össze tudjon keveredni. És akkor ma már ez a két rész teljes egészében összekeveredett. És nyilvánvalóan ezt olyan módon kell elkezdeni korrigálódniuk, hogy az első úttörő ereje Izraelnek az, ami elkezdi majd a világnemzeteit felemelni. Ez pontosan azért is született ez az erő, azért, mert ők nem értenek belőle egy büdös szót sem, hogy mi történik itt, és amikor elkezdenek emelkedni, és elkezdenek összekapcsolódni, akkor gyakorlatilag Izrael magával emeli a világ összes nemzetét, és ez van leírva a TESZ-ben. Ezek a dolgok le vannak írva, ugye először a spirituális szisztemben történik ez meg, rendszerben, és nekünk ezt meg kell tudni valósítani, anyagi világba kell tudni valósítani, az erőfeszítéseket kell tennünk, nyomnunk kell, hogy ez megtörténjen, és a spiritás ez nyilván csak akkor fog megtörténni, hogyha felülről lefele fog mindez megtörténni, és ezért nekünk alulról fölfele kell ezt megvalósítani. Tehát nyilvánvalóan, oké, annak megfelel, amit ön mond, itt nem lesz újra zuhanás, mert ugye itt... Tehát az, ami ebben a világban történik, ezt még nem hívjuk zuhanásnak. Akkor mi a zuhanás? Tehát... nekünk figyelembe kell vennünk... ahogy ezt a kabalisták írják. Tehát, és akkor mi, nincs más munkánk, mint ez? Igen, nincs más munkánk, mint ez. Oké, tehát akkor az emberek azt fogják látni, hogy zuhanunk. Ez a felfedezés a jelenlegi állapotnak. Tehát nyilván nagyon sok minden föl fog tárulni még. De ez nem a mi... Tehát ez egyszerűen a pillanatnyi állapotnak a feltárulásáról van szó. Megtaláltad az idézetet? Kérdezi közben Rav. Tehát Rabbi Elezár és Rabbi... Jósó és Rabbi Akiva Jeruzsálemben sétáltak, és ez a lerombolás után történt, és el akarták érni a Mancufimnak a hegyét, és amikor elérték a nem tudom hová, melyik utcáig,
akkor meglátták a szentek szentségét, és elkezdtek sírni, mert akkor ez már le volt rombolva, és hirtelen elkezdtek nevetni, és Rabbi Akiva nevetett a legjobban, és kérdezték Rabbi Akivát, hogy miért nevetsz, és ő azt mondta nekik, miért kéne sírnom? Ugye ez amikor Pardesbe, ugye ez ugyanaz, amikor beléptek a Pardesbe négyen, a paradicsomba, és csak Rabbi Akiva tudott onnan kilépni, úgyhogy nem bolondult meg. Tehát azért, mert a proféciára megfelelően, tehát Uriel-nek a proféciá beteljesült, hogy az edény összetört, és akkor ismert a másik Illés proféciájából is, és Rabbi Akiva ezért kezdett el nevetni, mert ez azt jelezte, hogy a lerombolás után a következő állapot maga a korrekció. Tehát mondja igen. Oké, tehát akkor ez a dolog a Sínai hegynél kezdődött, mondja a jeruzsálemi srác, tehát tehát ez a zuhanás hol kezdődött igazán? Tehát nyilván ez a fejlődés egy... Tehát volt a Mohin de Haya az első templomnál, tehát még egyszer. Tehát mi az emberekről beszélünk, akik gyakorlatilag arról a szintről elérték a Mohin de Haya-t. Tehát egy olyan állapotba kellett eljutniuk, elérniük, amikor csak egy kicsiny erő Izrael, tehát nem az egész emberiség teljes edénye érte ezt el, de ebben a pillanatban, amikor ezt elérték, a következő pillanatban minden összeomlott, és ugyanakkor elkezdtek nevetni. De miért? Azért, mert a sinei... Tehát, nem. Amiről te beszélsz, hogy a sinai hegytől a templomig, az egy zuhanás. Tehát ők zuhantak, korrigáltak. Mit jelent ez? Hogy felfedezték a gonoszt ebben, mindebben. Tehát egyre nagyobb gonoszságot fedeztek föl. Azaz a teljes folyamat, az amiről beszélünk, az egy állandó zuhanás. Tehát újabb és újabb, egyre mélyebb zuhanás történt, egész addig, amíg el nem érték a hájának a szintjét. Ugye? Itt van rajzolja, ez a Mohinda hája. Tehát ez azt is jelenti, hogy hogyan lehetne zuhanás nélkül emelkedni. Tehát mindig ugyanabban a vonal körül történnek a dolgok. Tehát ez a 40 év sivatag, amiről itt beszélünk. Tehát ez a 40 év sivatagi bolyongás. Tehát ez az, amikor a Malchut felemelkedik a bínába. Tehát itt most akkor van a haszadimünk. És ilyen módon a Mohin de Hayának a szintjét kell felemelkedni. Ez öltözik bele a haszadim fénybe. Oké, na de akkor még egyszer? Mert nem értettem a kérdés. Tehát a templom, Sámuel proféta a templom előtt, ő azt mondta, hogy ő király lesz. Nem. Nekem most erre nincs időnk, hogy belemenjünk, de ezek vizsgálatok, olyan vizsgálatok, mert nekünk szükségünk van egy királyra, nekünk egy királyra kell, vagy elég, ha egyesülünk egy emberként egy szívvel, tehát nem, hogy nekünk, tehát, hogy az egység, az, ha ez elegendően nagy és erős, akkor az, aki irányít bennünket, az bele van foglaltatva az egységünkbe, tehát el kell képzelnünk azt a méretű összetapadást a Teremtővel, hogy nagyobb vagy kisebb kitöltés jelenik meg Áron, Ábrahám, ki lett volna a király, ugye ez egy nagyon fontos dolog, ez a teljes összeolvadás, amiről beszélünk, és tehát még nem értük el a korrekciónak a szintjét, mert az egész emberiségnek gyakorlatilag el kell szérni. Tehát most felejtsétek el, nincs időnk arról, hogy erről beszélünk. Oké, de akkor minden a töréstől kezdődött? Nem, mert miért kérdezem most filozofálnunk, mondja Rav.
Tehát elkezdtük a templomnak ugye ezt a fajta lerombolása után nyilván meg kell lennünk a lehetőségnek, hogy a korrekció meginduljon, hogy a fejlődés meginduljon. Tehát nekünk van az általános válság, tehát az ego növekszik mindenkinek az irányába, tehát hogy egy, szinte egy végső formát érjen el, és tehát nekünk tudnunk kell, hogy innentől kezdődik majd a világ korrekciója. Oké, de akkor most a létező legmélyebb ponton vagyunk. Tehát nyilvánvalóan a minél kevésbé valósítjuk meg a dolgunkat, a problémák annál jobban növekednek. Tehát most a nulláról kell indulnunk. Jó, akkor most workshop jön, ugye? Ha tervnek megfelelően, akkor workshopoljunk. És majd ott válasz, kérdésekre választ fogtok kapni.